A Magyar Királyi Szent István harmadik honvéd gyalogezred 1944. szeptember 7-én Gyergyószent Miklós határában elesett 159 székesfehérvári katonájára emlékeztek az események 80. évfordulóján a tragédia emlékére kialakított emlékparkban. Emlékbeszédében Cserpakovics András polgármester tekintett vissza a történésekre. Valahol azt hiszem, hogy ez méltó, de mondjuk ki, hogy szükséges, és felelősségünkhöz is hozzá tartozik, hogy minden esztendőben, de különösen egy ilyen kerek évforduló alkalmával emlékezzünk és emlékeztessünk. Itt Székesfehérváron is, de a székesfehérváriakra emlékezve Gyergyószent Miklós mellett a hegyoldalban is. A Gachegy oldalában történtek a múlt valósága és a jelen emlékezése összekapcsolt a Gyergyószent Miklós Székesfehérvárral, hangsúlyozta Karsai Béla, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör székesfehérvári elnöke, és megerősítette, mindenkori feladatunk emlékezni a tragikus körülmények között elhunyt hőseinkre és gyermekeinknek, unokáinknak is tovább kell adni az emlékezés lángját. Kiképzetlenül kétnapos vonatutazás után megérkeztek, és belementek a lövészárokba, és ott meghaltak. Orvul megtámadták őket, kifejezetten alattomos módon körbekerítették, és ha jól tudom a történelmet, akkor szuronyokkal leszuronyozták a földhöz, és nem engedték oda a gyergyói embereket, hogy segítsenek rajtuk. A beszédeket követően Babits Mihály Miatyánk című költeményét hallhatták az emlékezők Borbély Bálint előadásában, majd közösen helyezett el koszorút a város nevében Cserpakovics András polgármester, Budai Attila a Fejérvár megyei kormányhivatal igazgatója, Lerner Zsolt alpolgármester és Deák Lajosné önkormányzati képviselő. Az emlékezés virágait helyezte el az emlékmű előtt Földi Judit országgyűlési képviselő, a város képviselő testületének tagjai, a rendvédelmi szervek és fegyveres testületek vezetői, a nyugállományú és civil szervezetek képviseletében megjelentek, az oktatási intézmények képviselői, valamint a megemlékezők. Az ünnepség a takarodó hangjaival zárult.